Innen nem messze a piac mellett épül meg hamarosan egy akadálymentes, megvilágított gyalogátkelőhely Nagykónyiban. Így a busz utasai és a településen élők biztonságosan tudnak majd átkelni az igen forgalmas 61-es úton, mondja Pusztai László polgármester. Hogy szükség van erre, az azt biztosan indokolja, hogy két busz megállott és egy két jelentős forgalmú busz megálló összekötésére kerül majd sor így a gyalogátkelő helyen, ami biztonságosabb közlekedést fog biztosítani. Potápi Árpád János Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, ez a beruházás része a Tolna megyei közlekedésfejlesztési projektnek. Az ő körzetében 6,5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. A beruházás a 6,5 milliárdos összeghez képest kicsi, hiszen 24 millió forintról beszélhetünk, viszont a falu életében és a biztonságos közlekedés érdekében ez egy nagy dolog, úgyhogy mindenféleképpen támogatjuk és reméljük, hogy minél előbb a közútbe tudja fejezni ezt a fejlesztést. Közel 700 méteres szakaszon megújul a 6532-es Hőgyészt Dombóvárral összekötő út is a projekt keretében, mondja Bece Szabolcs, a Magyar Közút Tolna megyei igazgatója. A 16-os kilométer szelvénynél, Sütvénypusztánál a szétsüllyedt út kerül teljesen felújításra. Műszakilag gyakorlatilag fel lesz remixálva a teljes útszakasz. Ez egy 657 méteres útszakasz úthosszon valósul meg. Gyakorlatilag teljesen el lesz bontva, és egy vadonatúj út alappal, útburkolattal, illetve vízelvezető árokkal valósul meg, újul meg ez az útszakasz. A fejlesztések a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül valósulnak meg, várhatóan őszre fejeződnek be a munkálatok.